Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a mai bűn és baleset megelőzési műsorunk alkalmával. Ma a közlekedéssel szeretnénk foglalkozni, a baleset megelőzése. Mai vendégem Kemenes Miklós, nyugdíjas rendőr ezredes úr, aki korábban is állandó vendégünk volt közlekedés témába. Ma a Véda rendszerről és ezzel kapcsolatos közlekedési témákkal szeretnénk foglalkozni. Tisztelettel köszöntelek, Miklós! Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Április 5-ével indult ez a Véda rendszer. Igen. Szeretném elmondani azt, hogy a Véda rendszer előtt hadd szóljak egy kicsit a közlekedés biztonságáról, mert van egy pár olyan témakör, amit én nagyon szeretném, hogyha valamennyi Magyarországon közlekedő hazai közlekedő, tehát a mi állampolgáraink közlekedés mindennapi résztvevői, illetőleg a hazánkba látogatók is azért egy kicsit tudomásul vennének. És ezek a következőek. Magyarország közlekedés biztonsági helyzete, ha valaki erre rákérdez, akkor én azt tudom mondani, hogy a állandóan változó körülményeknek megfelelő. Miért teszem ezt a megállapítást? Azért tudom tenni ezt a megállapítást, mert a közlekedés biztonságáról, mint ilyenről beszélni, gyakorlatilag komplexitás keretében lehet csak. A komplexitás e vonatkozásban azt jelenti, hogy figyelembe kell venni hihetetlen sok változást, hihetetlen sok viszonyt, a belső és a külső mozgásokat, a Magyarországunk, a hazánk belső gazdasági helyzetét, a lehetőségeket, természetszerűleg az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk óta eltelt időt és azt a fejlődési szakaszt figyelembe véve, ami a felzárkózásunkkal függ össze közlekedés biztonsági szempontból természetesen, és aztán sorolhatnám tovább. Csak egy-két adatot mondanék el. Magyarország, állítom, hogy Európa szerte is, sőt, ha egy kicsit tovább megyek a többi kontinens felé, akkor azt mondom, hogy világszerte is elismerésre méltó erőfeszítéseket tett és tesz azért, hogy a hazai közlekedés biztonságos legyen, vagyis a fokmérő, hogy kevesebb legyen a közlekedési baleset, a halálos áldozatoknak a száma. Ezért tudta Magyarország elvállalni és csatlakozott a közös európai felhíváshoz és gyakorlatilag a többi ország elhatározásához, hogy 2020-ig bezárólag, tehát a második ciklusban, 2011-hez hasonlítva a közlekedési halálos áldozatok száma ismét 50%-kal csökkenjen. De most hol tartunk mi? Magyarország egészen 1914-ig tényleg hatalmas léptekkel haladt előre. A halálos áldozatoknak... 1914-et mondta. Elnézést kérek, akkor biztosan tévedtem, mert a lendület az mindig elviszi az embert. Tehát 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, itt kezdeném. Akkor már Magyarország erre felkészült a csatlakozásból adódó feladatokra. Ezt látom gazdasági, társadalmi, mindenfajta szempontból, nem politizálok, hanem csak a közlekedés világos, biztonságra világos. Lecsökkentve mondom el a gondolatvilágomnak az eredményeit. Tehát Magyarország hatalmas eredményeket ért el 2013-ig, és jól mondtam, hogy 2014-től kezdődően azt látom, hogy ez az egyenesen felfelé ívelő folyamat, ez egy kicsit megtorpant. Tudni kell azt mindenkinek, aki baleset megelőzéssel foglalkozik, hogy a fejlődés volumene nem egysikú, nem csak fölfelé, hanem vannak visszaesések stádiumban. Ezt évtizedekre visszamenően tudnám igazolni. A statisztikai adatok ugye rendelkezésre állnak, de a lényeg az... De ebben nem szoktunk csalni, ebbe a statisztikában. Az az igazság, hogy mindig azt mondják... De értékelni, elemezni csak úgy lehet, hogyha lehetőleg megközelítően a latenciát is leszámítva,
pontos adatok állnak rendelkezésekre, mert hát így tudunk tervezni jövőt is és mindent. És a mi tervezésünk szerint ott tartunk, hogy 2020-ig hát 370 környékén kell, annyira le kell csökkenni, hogy nem lehet több halálos baleseti áldozat, mint 370 személy. Hát ez egy óriási program, meg kell mondanom. Jelenleg ott tartunk például, hogy már 2013-ban lementünk a 370-hez közelítve, lementünk már 600 alá. Aztán most 2014-től kezdve ez megtört, most ott tartunk az elmúlt évben jelenleg, hogy 647 ember vesztette életét Magyarországon közúti közlekedési baleset következtében. Ez egy borzasztó adat, meg kell mondanom, aki a megelőzésnek... Egy is sok. De az ember mindig a nem természetes halállal, meghalt embertársaim érdekében, az egész társadalomnak, nekünk is, a rendőrségnek, mindenkinek, aki megelőzéssel foglalkozik, mert meg lehet előzni az értelmetlen halálokokat. Tehát itt tartunk most Magyarországon, a 2020-ig ez a 370 körüli összes halálos áldozat közúti közlekedés baleset következtében meghalt halálos áldozat. Kicsit gyorsan mondom, mert nagyon sokat szeretnék összesűríteni ebbe a rendelkezésre álló időben. Elérhető szám, és azon dolgozunk, hogy ez mindenféleképpen elérhető legyen. Na, a komplexitásból eredően még azért az is hozzátartozik, hogy a tudományos technikai forradalom századában vagyunk. Napról napra újabb autócsodák, közlekedési eszközök informatikába, és felsorolhatnám a többi tudomány ágakat, óriási előrehaladásnak vagyunk szemtanúi. Na most a közúti közlekedésnek ez gyakorlatilag részben, ugye, mert a többi ágazat is részt vesz ebben, de a közúti közlekedésre hárul a legnagyobb teljesítmény, és ez is megint adatok igazolják, ugye, hogy körülbelül a közúti közlekedés biztosítja az ország vérkeringésének, tehát az anyagi és az emberi mozgatásnak mintegy 75%-át. Közelíti a 75%-hoz. Ez óriási. Na most ugyanakkor a hazai gépjármű állomány már, mikor azt mondtuk, 25 évvel ezelőtt prognosztizálni próbáltunk, és egyeseknek mondtuk, hogy 2010 lett meghaladóan a hazai gépjárműállomány már meghaladja a 3 milliót, akkor nevettek rajtunk. És jelen pillanatban ott tartunk, hogy a Magyarország összes közúti gépjármű állománya 3 millió 800 ezer. Most ehhez számítsuk hozzá még az idegenforgalmat, a nemzetközi tranzitforgalmat, és sorolhatnám tovább azokat a tényezőket, amelyek az európai komplexitásba beletartoznak. Ugye, mert a mozgásigény, európai orientáció, na is sorolhatnám tovább ezeket a kérdéseket, és egy mondattal ezt lezárnám, ezt a részt, és ez pedig megközelítően úgy szólhat, hogy a közúti közlekedésnek 2015-ig bezárólag, de 2016 első 5 hónapjára is vonatkoztatva mondani valómat, sikerült a gazdaságot kiszolgálni megfelelően. És ez óriási dolog. Tehát ilyen megközelítésből is kell nézni a közúti közlekedés alakulását. Most jön az ember, ugye a mindennap közlekedő. Mert hát mi azzal foglalkozunk, hogy minden nap kevesebb legyen a baleset, kevesebben sérüljenek meg, kevesebben veszítsék de az életüket. De nekem az a tapasztalatom, legalábbis egy ilyen a sajton keresztül, hogy mint a több lenne a közlekedési baleset, többen halnak meg egy közlekedési balesetnél. Ez valóban így van, vagy csak az én feltevésem? Meg kell, hogy mondjam, hogy a kommunikáció, a média,
az hihetetlenül nagy energiát fordít arra, hogy közúti közlekedési balesetekről beszéljen, és egy balesetet többször is a média napirendre tűz nagyon helyesen, megítélésem szerint, mert a tapasztalatok leszűréséhez állandóan az embereknek vizuálisan látni kell azt, hogy egyes tehát szabályszegő magatartásuknak mi lehet a következménye. Értem, értelek. Na most, igen. Ebből az is adódik, régen is voltak tömegbalesetek, voltak több sérüléses, több halálos áldozattal járó balesetek, gyakorlatilag a számok azt mutatják, hogy kevesebb van. Tehát kevesebb a halálos kimenetel. Ennek örülök, másként érzem. Megnyugtathatok mindenkit, hogy kevesebb a halálos baleseteknek a száma, mint 10 évvel ezelőtt, és kevesebb a meghalt személyek száma is. Nem akarok visszamenni 1990-re, mikor 2432 személy vesztette életét egy év alatt Magyarországon közlekedési baleset következtében, és jelenleg ott tartunk 2015-öt adatot mondok, hogy 647. Azért ez valamit mutat. Tehát valamit mutat. Most én nem akarom elvenni annak a gondolatsornak a lényeges elemét, hogy igenis mindenkinek, minden közlekedőnek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy kevesebb a saját biztonság és a többi ember biztonsága érdekében. Na és akkor itt jön a VEDA rendszer, ugye, mert ez most a felkapott... Felkapott, sokan oda vannak miatt a érte is, meg ellene is. Mert megint az jött ki az rosszul az autósok körébe. Na már megint arra utaznak, hogy mennyi több suskát vágjanak le tőlünk. A történet nem erről szól. Persze, hogy nem erről szól. A történet arról szól, hogy én boldog vagyok, hogy Magyarországon sikerült üzembe állítani, szolgálatba állítani rendőri akcentussal kísérve a kérdést, 134 darab stabil, és 160 darab, ott vannak az adatok pontosan, itt vannak, úgyhogy hajszál pontosan, elektronikus rendszerben összekapcsolhatóan, sőt a nemzetközi hálózathoz, európai hálózathoz is hozzákapcsolható olyan rendszert, amely dokumentálni tudja egyértelműen a balesetveszélyes, a legsúlyosabb közúti közlekedési szabályszegéseket. És ez egy csodálatos dolog, hogy idáig el tudtunk jutni, de ez a fejlődésnek megítélésem szerint még csak az első foka. Nem tudom, mit fognak szólni egyes autósok ahhoz, hogyha majd ez a rendszer tovább bővül, és ez a rendszer tovább korszerűsödik. Mert ha azért kitekintünk a fejlettebb Európára, azért más országokban e rendszer már korábbi években is működött, és korszerűsödött, és nálunk is fog korszerűsödni, és több lesz belőle. Most, nem egy olcsó játék, az biztos, ez, de ez viszont... óriási, ez a gazdaság teljesítő képességének a függvénye, azért mondtam, hogy komplex dolog, mert el lehet képzelni nagyon sok olyan dolgot, ami jó lenne, ha Magyarországon is lenne, és a közlekedők óhajtják, hogy legyen, de ugyanakkor össze kell hasonlítani azzal, hogy mit, mire, hogyan lehet fordítani. Én ebben nem akarok belemenni, nem az én antalom, semmiféle... Szóval nem véletlen, hogy foglalkozunk ezzel a témával, mert a baleset megelőzés az ennek a műsornak is a címébe is benne van. Tehát ha csak egy embert tudunk megmenteni a balesettől, akkor már nem csak a haláltól, a balesettől, akkor már eredményt értünk el. Ismételte, már több helyütt közkincsét tették a kameráknak a listáját, térképet, ezt mi is megtesszük ebben a műsorban, hogy tanulmányozzák az állampolgárok. Nagyon hogy helyes. Saját érdekükben történik ez, ezzel kapcsolatos minden nyilatkozat, hogy mindenki érjen haza.
elindul otthonról gépkocsival, vagy gyalog, vagy biciklivel, teljesen mindegy. Szerkesztő, pontosan így van ez, ahogy ezt ön most definiálta. Sőt, én még tovább is mennék ebbe, mint régi baleset helyszínelő. Például évtizedekkel ezelőtt is az volt egyik nagy gondunk baleseti helyszínelés alkalmával, mikor ugye, mert a rendőrséget, mint régi baleset helyszínelő, mondhatom ezt, mindig megtörtént eseményekhez hívják ki. Ugye mi ott állunk, és ténymegállapítást kell végezni, hogy tulajdonképpen mi történt, ezt összehasonlítani a történeti tényállást, tehát amit a helyszínen láttunk, tapasztaltunk, felmértünk, lefényképeztünk, lerajzoltunk, tanúkat hallgattunk, és sorolhatnám tovább, nem akarom a mechanizmust elmondani, de az az igazság, ezt összehasonlítottuk a jogszabályokkal, és akkor a talált nyomok, rongálódások és az előbbiek alapján következtetni lehet arra, hogy ki mit, milyen jogszabályt sértett meg. Na most Magyarországon a közúti közlekedési baleseteknek, a járművezetők által okozott baleseteknek mintegy 30%-ában, sőt egyes években ezt meghaladóan a gyorshajtás az oka. Most ez a készülékrendszer, ez alkalmas arra mindenféleképpen, hogy a megtörtént eseményt rögzítse. Tehát, hogyha egy autós a véda alatt átszalad mondjuk a megengedett 90 km helyett 130 km sebességgel, ugye túllépi, gyorsan hajt, akkor ezt a készülék rögzíti. Ettől 100 méterre, ha történik egy baleset ezzel az autóval, akkor figyelembe lehet venni azt, hogy ez a készülék mit mért. Közbiztonsági szempontból is, nem csak közlekedési biztonságot értem alatta, hanem az egész közbiztonság rendszerünket nagy mértékben segíti az elektronos hálózat. Azért, mert meg lehet állapítani, hogy egyes jármű mikor, hol, merre járt, ugye általában akik bűncselekményt követnek el, azok vagy igyekeznek nagyon gyorsan elhagyni a hazánk területét, vagy pedig a bűncselekmény helyétől mindig távolabb jutni. Hogy tudják ezt megoldani? Ugye egyik nagyon nagy probléma például az, hogy ugye valaki elkövet egy bűncselekményt mondjuk Szombathelyen, és rövid időn belül, pláne akkor, ha túllépi a sebességi normákat, valahol Nyíregyháza környékén jár. Ugye? Tehát a mi hazánk területe olyan kicsi, és több... Átszállt szaladni. Egy pillanat alatt át, ezt a pillanatot úgy kell érteni, hogy mondjuk órák kérdése, de azért ez egy lerövidített mechanizmust jelent az én gondolatvilágomban. Tehát a készülékek rögzítenek. Na most ilyen a jó magyar szokás. Ugye, elkezdenek gondolkodni, mert azok, akik azt mondják, hogy itt van ez a készülék, milyen jó, hogy ez itt van. Ez a közlekedők többsége. A közlekedőknek pedig egy kisebb része azt mondja, hogyan lehetne ennek a készüléknek a méréseit valahogy megakadályozni? Milyen rendszereket kellene ehhez beépíteni, hogy abban az esetben, hogyha valamelyikünk gyorsabban hajt, akkor a készülék ne fényképezze le? Na hát ez a nagyon rossz gondolkodás, és ez teljesen ellentmondásos azzal, és nem megoldható ellentmondás azzal, hogy a készülékek azért vannak, hogy tulajdonképpen a közúti közlekedési normák betartására kötelezzék az állampolgárokat, elősegítsék azt, hogy az állampolgárok, tehát a közlekedő mindennapi ember, legyen ez külföldi vagy magyar, azért nem csak mint állampolgárról úgy beszélek, de mivel Magyarországon vagyok, az én hazám az elsődleges ebben a kérdésben, és azért kell erről beszélni. Tehát, hogy az állampolgáraink, a közlekedő emberek mindennapjai biztonságban teljenek el. Most mit tud ez a készülék? Ez a készülék nagyon sok mindent tud. Tudja mérni például a gyorshajtásokat egyértelmű. Idáig is volt ilyen. Idáig is, de ez a trafipaxokat azért messze menően
felül írja, ha szabad mondanom. Most nem akarom a különböző mérési mechanizmusok rendszerét összehasonlítani, nem kell, de higgyenek abban, hogy ez felülmúlja. Másodszor, tudja rögzíteni például a záróvonal átlépéseket. Hát ez nagy egy hiba. Óriási dolog. Tudja rögzíteni például a követési távolság megtartásokat is. Ugye ez megint egy érdekes. Tudja rögzíteni például azokat is, akik nem használnak biztonsági öveket. Ugye megint egy alapvető kérdés, mert ugye európai összehasonlításban vannak olyan országok, ahol a bekötöttségi arány elől hátul 98%. Hát mi olyan 60 felett, 70 felé haladva, ez már nagyon lassan, jó, lassan és már pláne a gépjárművezetők 80%-os bekötöttsége, ez már egy hihetetlen nagy eredménynek számít, csak úgy rész összehasonlító adatokat mondtam, hogy milyen jelentősége van ennek. Például egy adott bekövetkezett balesetnél, ugye a biztonsági öve kirepült a kocsiból, mondják a tudósítások, látjuk képeken is a televízióban, mert bőségesen adnak róla tudósítást, hogy nem volt bekötve a biztonsági öve. Ha belett volna kötve a biztonsági öve, akkor csökkenhetett volna a sérülése, vagy esetleg a halálos áldozat sérülései olyanok lettek volna, hogy súlyos sérüléssel megúszta a balesetet. Uh-huh. Most még egy érdekes dolog, ugye hát óriási, ezt az OBB mind végig, amelyeket én most megpróbáltam nem a teljes igényével összehasonlítani a komplexitásból eredően, ezeket a tényezőket mind fölismerte, mert én csak ebből szeleteket mondok el. Például, hát az az igazság, hogy nagyon fontos dolog az, hogy az OBB koordináló tevékenységében, munkájához minél több szervezet csatlakozzon, civil szerveződések, közlekedési csoportok, kerékpáros szövetségek, iskolák, és sorolhatnám tovább, akik a nézetet, hogy a baleseteket meg lehet előzni, és meg kell előzni saját biztonságuk érdekében meghallgatásra talál. Például május 15-én volt, 11-én, bocsánatot kérek, volt a közlekedési kultúra napja Magyarországon. Miklós, röviden, mert lejár az idő. Na, azt akarom mondani, hogy a napnak a programjához országszerte összesen 18 szervezet csatlakozott, például Borsod, Abaúj, Zemplén megyében ezen a napon rendezték az iskolák közlekedés biztonsági versenyének a döntőjét. És még egy tanév végéhez közlekedünk. A drága gyermekeinket valamennyi felnőtt embernek közös érdeke megvédeni. Igen. És ez legyen az elkövetkezendő időszaknak a egyik legfontosabb és a legnagyobb célkitűzése. Oberling József ezredes úr is beszélt erről, hogy kevesebb halálos áldozat van. Tehát itt a Zsaru újságban tökéletesen le van írva és ábrázolva. Tehát ezt megint közkincsé tesszük itt a kedves nézőknek. Tanuljanak, okoljanak bele. Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad. Én köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat elmondhattam. Ja. Kedves nézőim, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, fogadják meg az itt elhangzottakat, megéri. Viszontlátásra!